Szadán hagyományosan minden év végén a nagyközség intézményeinek dolgozóit ünnepi műsorral és vacsorával vendégeli meg a helyi önkormányzat. A Székely Bertalan Általános Iskola tornatermében tartott esemény karácsonyváró hangulatát Kis Zsófia éneke teremtette meg. Az ősi írdallamokat követően Szada polgármestere Oroszi Sándor köszöntötte a jelenlévőket. Szeretném ez a kollektíva ugyanígy összedolgozva, egymást tisztelve és szeretve előrevinni nagyközségünk dolgait. Szeretném, ha továbbra is hosszú éveken keresztül mindig egy ilyen évzárónál, karácsony közelettével, a szeretet ünnepe közelettével ugyanígy tudnánk ünnepelni. Nagyon fontos a kollektíva munkájában, hogy legyen mit ünnepelni. És én bízok benne, hogy lesz is, mert képesek vagyunk rá. Képes ez a kollektíva előrevinni Szada nagyközség dolgait. Látható, hogy itt bármelyik intézményi területet nézem, nagyon pozitív mérleget zártak. Én külön köszönöm az elmúlt időszak polgármesterének, országgyűlési képviselőnknek, külön köszönöm a képviselőtestületnek, a képviselőtestületet pátyolgató önkormányzati tisztségviselőknek, tehát ahogy szokták mondani, közszolgáknak, hogy segítették ezt a munkát. A helyi zeneiskola tanárainak és diákjainak közös előadásában Schumann Álmodozás című művét játszott a zongorán Lévai Nikolett és Udvard Gizella, majd Wolf Péter Ave Maria című keresztény dalát adta elő fuvolán Fricséné Ambrus Gabriella, zongorán kísérte Udvard Gizella. Szadai képviselőtestület ajándékcsomagokkal és virággal kedveskedett a nagyközség díszpolgárainak, nyugdíjasainak, gyesen lévő kollégáknak, egészségügyi, közbiztonsági dolgozóinak. Az évzáron jelen volt a nagyközség előző polgármestere, a térség országgyűlési képviselője Vécsei László is. Szadai közösség, ez a közösség, ez, mint általában a közösségek, arról szól, hogy van valami közös ügy, amit szolgál, mégpedig jól szolgálja, mert mindenki a maga helyén elvégzi azt a munkát, amit a közösség érdekében tennie kell. Nagy öröm számomra, hogy végigkövethette másfél évtizeden keresztül, hogy ez a közösség igazi közösségé váljon, összekovácsolódjon, megszerveződjön, és hogy ilyen szépen és jól végezze azt a munkát, amit minden szadai elvár tőlünk. Neveljék a gyerekeinket, kicsiket és nagyokat, vigyázzanak az egészségünkre, és ha már odavész az egészség, akkor gyógyítsanak bennünket, hogy a
kulturális javakban részesítsenek bennünket, hogy táplálják a gyermekeinket, a felnőtteket, hogy gondoskodjanak az idősekről, az elesettekről. Ha nagy baj van a családokban, akkor enyhítsék a következményeket. Tehát tulajdonképpen mindent, ami az életünk szervezéséhez kapcsolódik, az önkormányzaton és intézményeink keresztül a napi életünk segítésében közösségként elvégezzék, és ez valódi közösség. Oroszi Sándor kezdeményezése, hogy az elmúlt évtizedekben nyugdíjba vonult, illetve nemrég Gyedre-Gyesre került munkatársak is jelen legyenek az évzáró vacsorán. Hogyan emlékszik ön vissza az intézményben töltött éveire, amikor még aktív dolgozó volt az óvodában? Nagyon szerettem itt lenni. 4 éve vagyok nyugdíjas. 24 éve dolgoztam itt, vagy 28, már nem is tudom egy folytámban. De nagyon jó volt, és köszönjük, hogy meghívtak minket. Igazából nálunk úgy van, hogy nagyon régen az óvodához tartozott a konyha, és így együtt voltunk, és ez egy nagy csapat, most is és akkor is. Mi mindig gondolunk a nyugdíjasokra. Most erre a rendezvényre a polgármester úr és a képviselőtestület, tehát ők finanszírozták ezt a rendezvényt, tehát ők voltak a fő vendéglátóink, de mi mindig a karácsonyi műsorra is meghívjuk a nyugdíjas kolléganőket, legyen az konyhás, legyen az óvónéni, legyen az dajkanéni, és eljönnek, jól érzik magukat. Nagyon sokat kirándultunk együtt, nagyon sok jóba és rosszba volt részünk, és ezért ez egy nagyon jó dolog, hogy eljönnek és megtisztelnek, és mi mindig gondolunk pici aprósággal, de minden nyugdíjasra gondolunk. Én úgy gondolom, hogy ez így természetes, mert mi is egyszer nyugdíjasok leszünk, és az nagyon jól fog nekünk esni, hogyha meghívnak és együtt lehetünk. És mivel ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, ezért nagyon jól érezzük magunkat. Verébné Kovács Rozália önkormányzati képviselőként és mint a helyi általános iskola igazgató helyettese vendégként is részt vett az eseményen. Minden évben már, nem tudom, évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat vendégül látja az intézmény dolgozóit. Az intézmény dolgozóinak meg nyilván nagyon jól esik, hogy egy gesztussal, egy csokor virággal, volt régebben pénzjutalommal is elismerte a itt dolgozóknak a munkáját. Tehát igazából nekem nem szokatlan, hanem szinte természetes, mert tényleg hagyomány, és már az önkormányzat előtt is hagyomány volt, tehát mindig jó volt a kapcsolat az önkormányzat és a tanács és a intézmények között. És tehát képviselőként én nagyon boldog vagyok, hogy ez a hagyomány folytatódik. Intézményi dolgozóként meg nagyon jól esik, hogy így gondoskodnak és figyelemmel kísérik az itt folyó munkát. Petrák Árpád alpolgármester szerint a szadai intézmények nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ezek az intézmények és intézményvezetők mindig együtt dolgoznak, minden rendezvényen mindig egyeztetnek, egy programot szeretnének megvalósítani, és ezért szerettük volna, hogyha egy nem elkülönülve, hanem egy csoportban, egy estén belül együtt ünnepelhetnénk ezt az intézményi vacsorán. Az incsiklandozó ételeket felvonultató vacsorán a több mint 100 megjelent vendégnek nem lehetett panasza a hangulatra, hiszen ahogy Oroszi Sándor polgármester is fogalmazott, káprázatos volt az egész este. Sziporkázó hangulat volt ez a kollektíva, az ország legjobb kollektívája. Itt nem lehet rosszul érezni magát az embernek, mindenki örömmel vette az akadályokat, bizakodóan néz jövő év felé, bíznak egymásba az emberek, én bízok bennük, mit mondjak még? Öröm, gyönyörűség, várjuk a karácsony, Jézuskát, és tervezzük a jövő évet.